Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Ház, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Békés megyében a megélhetési válság az nem tavaly kezdődött, hanem 30 éve tart. Békés megyében 30 év alatt jutottunk el odáig, hogy mostanra úgy áll a helyzet, hogy nagyjából nettó 150 ezer forinttal lehet kevesebbet keresni havonta ugyanazzal a munkával abban a megyében, mintha ugyanazt a munkát Budapesten vagy valamelyik másik nyugat-magyarországi városban végezni el ugyanaz az ember. Én tudom azt, hogy néhány fideszes, külgazdag fideszes számára ez semmi pénz. És tudom azt, hogy Lőrincnek, Tiborckának vagy Andikának ez nem különösebben nagy összeg, nagyjából annyi, amennyit ők kifizetnek egy üveg borért egy elit étteremben. De egy átlagos békésmegyei családnak szeretném önöknek elmondani, hogy mit jelent különbséggyanánt ez a nettó 150 ezer forint. Ez a 150 ezer forint azt a különbséget jelenti, amely elválasztja az elvándorlást a szülőföldön való boldogulástól. Ez a havi nettó 150 ezer forint választja el különbségként azt, hogy egy békésmegyei család egy korszerű és egészséges otthonban, vagy vizesedő nappaliban, salétromos gyerekszobában kénytelen élni a mindennapjait, és ez a 150 ezer forint választja el az átlagos békés megyei polgárt attól, hogy amikor bemegy a közértbe, akkor a legolcsóbb párizsit, meg az akciókat keresi, és nem az egészséges élelmiszert, a gyümölcsös vagy a zöldséges pultot. Ez a 150 ezer forint választja el a békés megyei embereket attól, hogy egy élet ledolgozott munkája után mit látnak maguk körül? Azt, hogy 10, 20, 30 és 40 év munkája után csak egy helyben toporogtak, vagy haladtak egyről a kettőre is. 40 év után tudnak-e valamit adni a szeretteiknek, a gyerekeiknek, hogy ők elkezdjék a saját életüket? És amikor mi ezzel jövünk itt ebben a házban, mármint ez az óriási bérszakadékkal, amely megyéket és régiókat választ el Magyarországon egymástól, akkor a Fidesz pacsoraiból, Orbán Viktortól is megkapjuk azt, hogy ez egy álprobléma, hogy ez egy nem létező probléma, amiről itt mi beszélünk. És amikor behozzuk ebbe a házba ezt az ügyet, akkor a fideszes képviselők rendre lesöprik ezt a kérdést az asztalról. Pedig ezzel a helyzettel és ezzel az ügyel kapcsolatban a magyar kormánynak is elvitathatatlanul nagy felelőssége van, mert a kormány tehetne ezzel ellen. Újra tárgyalhatna a multinacionális cégekkel azokat a stratégiai szerződéseket, amely újratárgyalások által be tudnák építeni ezek a cégek a bérfelzárkóztatást a saját üzletpolitikájukba. Az állami tulajdonú vállalatoknál, az állami többségi tulajdonú vállalatoknál végre bevezethetnék az egyenlő munkáért egyenlő bérelvét, hogy ne fordulhasson elő még egyszer az, és többet az, hogy egy állami tulajdonú cégben egy békés csabai ember kevesebbet kap ugyanabban a munkakörben, mint amennyit megkap mondjuk Budapesten vagy Nyugat-Magyarországon. Lesöprik az asztalról, mint hogy ugyanúgy lesöprik az asztalról minduntalan azokat a javaslatainkat, hogy a kis és közepes vállalkozások járulékterheit alakítsák át, hogy ez náluk maradó pénzt be tudják építeni bérfejlesztésbe, és 10, 20, 30, 40 ezer forinttal többet oda tudjanak adni a munkavállalóiknak minden hónapban. Mi ezért dolgozunk, egy ilyen országért dolgozunk. Mi 2022-től egy ilyen országot szeretnénk látni magunk körül. Egy olyan országot, ahol egy békés megyei polgárnak elidegeníthetetlen joga az, hogy a szülőföldjén boldoguljon. Hogy elidegeníthetetlen joga legyen az, hogy amikor bemegy a közértben, akkor egészséges élelmiszer tudjon vásárolni. Hogy egészséges otthonban tudjon élni és felnevelni a gyerekeit. Hogy a tisztességes munkáért tisztességes bér járjon végre neki. Mi egy ilyen országot szeretnénk 2022-től teremteni, és egy ilyen országért szeretnénk dolgozni. Egy olyan országért, ahol egyenlő munkáért egyenlő bér jár, és egy olyan országért, ahol senki nem másodrangú polgára ennek a hazának akkor sem, hogyha úgy hozta a sorsa, hogy a Tiszától keletre született. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.